Évente több száz diák ismerkedik a Szekszárdi Múzeum kiállításaival. Az állandó és időszaki tárlatok anyaga pedig nagy részben járulnak hozzá a történelem oktatás kiegészítéséhez. Mindezekről volt szó a múzeum pedagógiai évnyitón. A múzeum alapvetően nem közoktatási intézmény, köztes szerepet tölt be a tanulás és a szórakoztatás között. A múzeum látogatás szerepe és jellege megváltozott az elmúlt évtizedekben, a semmit a kéznek, mindent a szemnek elvét az évek alatt átvette az interaktivitás és az a módszer, hogy lehetőleg mindent megfoghassanak és tanulmányozhassanak a látogatók. A Vosinszky-Mohr megyei múzeum most már több mint három évtizede foglalkozik múzeumpedagógiával. Hát ez a muzeológiának az egyik legfiatalabb ága, hogyha szabad ezt így mondani. A klasszikus múzeumi feladatok mellett valamikor a 70-es, 80-as évekbe került így előtérbe, hogy a gyerekekkel, óvodásokkal, iskolásokkal, középiskolásokkal egyre intenzívebben kell és szükséges foglalkozni, kiegészíteni az iskolai oktatást a múzeumnak, az eszköztárának a segítségével, és hát speciális felkészülésű tanárokkal, akiket múzeumpedagógusoknak hívunk. Az ő munkájukkal tudunk egy más minőségű élmény nyújtani a gyerekeknek. A technika előre haladtával természetesen az eszköztár is egyre inkább bővült, és alapvetően a kiállításokban megtalálható különböző tárlatok képezik az alapját a múzeumpedagógiai programjainknak. És az időszaki kiállítások ugye a másik olyan alap, amire aztán attól függően, hogy mennyire tudományos igényű, vagy mennyire populáris, egyre inkább rá lehet fűzni múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Ez nem feltétlen könnyű, hiszen itt egy kettős igénynek kell megfelelni, nyilván részben, hogy különböző rendezvényeket tartsunk egy kiállításhoz kapcsolódóan, de maga a kiállításnak a minőség, illetve Tolna megyéhez való kötöttsége is egy olyan fontos szempont, hogy egy kiállítást meghívjunk, vagy mi magunk rendezzünk, és utána később ebből tudunk mindenféle egyéb programokat rendezni. A múzeum minden egységében dolgoznak múzeumpedagógusok, és van külön németül foglalkoztató szakember is. A múzeumban járást a gyerekek egy része kötelező rossznak tekinti, mindaddig, amíg az ott zajló tevékenység fel nem ébreszti benne a kutatási vágyat. Hatalmas verseny folyik ilyen szempontból, nem jó szó, de mégis talán ezt lehet mondani, részben a gyerekeknek a kétségtelen meglévő leterheltsége miatt, és a rendkívül sok inger, ami éri őket a mai 21. századi világban, hogy a múzeum tud-e olyan releváns élményeket adni, ami a gyerekek számára is élmény ténylegesen. Úgyhogy ez folytonos kihívást jelent. Nagyon jó munkatársaink vannak, múzeumpedagógusaink, akik értenek a gyerekek nyelvén, és igyekeznek megtalálni azokat a fogódzó pontokat, amelyeken keresztül újabb és újabb gyerekeket lehet megszólítani, és esetleg a gyerekeken keresztül akár a szülőket is, hogy igenis jó élménnyel távozzanak a múzeumból. Ezt többször is elmondtam már, mi a gyerekekre egyebek mellett úgy is tekintünk, mint a jövendő múzeumlátogató felnőtt közönségre. Tehát azt, hogy amit egy gyermek megtapasztal egy múzeumban, az a felnőtt életére is igenis hatással lesz.